Ördöngvai mi vagyok, művésznőven Naomi Deville-ként ismernek. Én a Bécsi Művészeti Akadémián tanultam festészetet, 2008-ban diplomáztam, és azóta aktívan állítok ki Bécsben és Budapesten, illetve egyéb más fővárosokban is világszerte. Az aukcióra a Temptation Polkadot című képemet hoztam. Magyar csábítás az a címe magyarul, mert azt gondoltam, hogy ezek a gyümölcsök, ugye, mert hogy többnyire, amelyik állatnak ilyen pöttyös textúrája van, az mérgező. Tehát, hogy az ember úgy azért beleharapna, meg nagyon tetszik neki, hogy fú, de finom, meg szép gyümölcsök. Azért ott van mégis benne az a figyelmeztetés, hogy vigyázz, mérgező vagyok. Tehát, hogy ott van az a csábítás, de hogy nem szabad, egy kicsit tiltott gyümölcs. Amikor ezt a sorozatot elkezdtem, akkor két téma foglalkoztatott nagyon. Egyrészt Hieronymus Boschnak az Édenkert című festménye, ami nagyon sok helyen megjelenik, ez a piros gyümölcs, mint az élvezeteknek és a vágyaknak a szimbóluma. És először ezt a gyümölcsöt kezdtem el behelyezni festményeimbe egy óriási cseresznye formájában. Másrészt nagyon érdekelt a genetikus modifikáció témája, hogy hogyan változtatja meg az ember a környezetét, hogyan avatkozik bele, és hogyan tudja azt jobbá, szebbé tenni. Ennek kapcsán gondoltam, hogy ezeket a gyümölcsöket beöltöztethetném állati bőrbe, vagy hát egy állati héjat adhatnék rájuk, ezért elkezdtem tengeri herkentyűknek, csigáknak és halaknak a textúráját behasználni. Photoshopba csináltam textúrákat, és ezt a jelenetet felépítettem egy 3D szoftverben, és ott helyeztem rá ezeket a textúrákat a gyümölcsökre, illetve megépítettem ezt a üvegsünit is, ami úgy szinte egy létező hernyó, egy ilyen kis üveghernyó, ilyen picike, és ezt fölnagyítottam ilyen nagyra, hogy ő élesködjön ezeken a gyümölcsökön, illetve hozzászerkesztettem ezeket az ikrákat, mint a termékenység szimbólumát. Ugye az egész festménynél azt szerettem volna, hogy ugye az életet és a tobzódást sugározza. Ez a példány, hogy a piros árnyalatba készült, de vannak más árnyalatok is, más színkombinációk. Ezeket a színkombinációkat Monet-nak a festményei inspirálták, mert nagyon tetszett, hogy ő annyiféle színárnyalattal és színkombinációval dolgozott, és ennek kapcsán mindenféle kompozíciót és színárnyalatot próbáltam ki ezeknek a képeknek a kapcsán.